Nagyon meglepődtem, és igen, megtisztelő érzés volt, mikor kiszólítottak és a polgármester úr gratulált, mondta el Birizló Csaba, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda pedagógusa. Meglepődtem, és hát egy nagyon megtisztelő érzés, vagy hát igen, megtisztelő érzés volt, amikor így kiszólítottak, és polgármester úr gratulált. Hát először nagyon ezen tudtam megszólalni, hogy mit is mondja a polgármester úrnak hirtelen a díjhoz, de tényleg nagyon-nagyon megtisztelő, és hát ugye nem csak, hogy polgármester úr mondta, nem csak a önkormányzat, hanem tulajdonképpen azt mondja a közösség elismerése is, ez a díj. Hát először is nehezen hittem el, hogy én megkaphatom ezt a díjat. Annak idején, amikor keresztapa megkapta Sipos Antal, ugye zeneiskolai igazgató volt, most már ugye nyugalmazott zeneiskolai igazgatóként, akkor nagyon tapsoltunk és rémbüszkék voltunk, hogy átvetett egy ilyen díjat, és végtelen jól esett, amikor most ő tapsolt nekem, és jött gratulálni. Akkor én sose gondoltam, tehát olyan távolinak tűnt az, hogy egyszer egy ilyen díjra fölterjesztenek, hát még most is olyan zavarodott egy picit az ember, és azt gondolom, hogy azért ez egy nagy megtiszteltetés az ember életében. A magas színvonalú oktatási és nevelési munkájáért kapta Birizló Csaba a díjat, aki 25 éve tanít. 25 éve eltelt a pedagógusi pályán, hát tulajdonképpen ebből majdnem mindegyiket a Györfi István Katolikus Általános Iskolában töltöttem el. Hát már így, most már mondhatom, hogy öreg bútor darabként elég sok diák és tanuló megfordult a kezeink között, és most így több szülő is jött és gratulált, és jól esett a gyerekek nevében is. Hát ez végülis ezért csináljuk, és ez egy olyan igazán jó érzés. Éppen mondta itt doktornő, hogy Perge Bianca szintén orvos már, és mondta, hogy hát egy picit nem tud hamarabb jönni, mert azt mondja, biztos, hogy eljött volna, és akkor átadta, hogy ő is szívből gratulál. Hát ez olyan jó érzés azért, hogy így a régi tanítványaink is gondolnak ránk. És milyen pedagógus, szigorú, következetes vagy az, akitől rettegni kell, hogy hú, megint tanár úrral lesz óránk, erről kérdeztük a díjazottat. Nem gondolnám, hogy ez a retteget kategóriába tartozom. Igyekszem megtalálni a gyerekekkel a hangot, amennyire lehet, és hát nem feltétlenül a nagyon-nagyon ilyen, igyekszem, tehát nem vagyok feltétlenül annyira szigorú, hogyha sikerül megtalálni a hangot a tanulókkal, akkor azt gondolom nem is, nincs is erre szükség, hogy az ember tényleg ilyen vasmarokkal tartson órát, és ugye igyekszem velük megértetni, hogy ez nekik is jó, nekem is jó, tehát hogyha tudunk együtt dolgozni, gondolkodni, akkor ez hosszú távon mindenkinek egy gyümölcsöző és jövedelmező kapcsolat lehet. Hát bízom benne azért, hogy úgy általában jó kapcsolatot sikerül kiépíteni a diákokkal. Nyilván mindenkinek nem tud az ember megfelelni, hiszen azért elég sok diák megfordul a kezünk alatt, de a nagy többséggel azért úgy érzem, hogy jó kapcsolatom van a gyerekekkel, és elfogadom én is őket, olyannak, amilyenek, és nem szoktam általában azon erőködni, és megváltoztassam őket, hanem próbálok partnerként tekinteni rájuk, és megpróbálunk együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy hosszú távon ennek több értelme van, mint hogyha én egy ilyen diktátorként próbálom őket utasítani. Hogyha ők is bevonhatók a munkába, együtt tudunk gondolkodni, dolgozni, akkor annak több értelme van, mint hogyha csak én próbálám diktálni a dolgokat, akkor nem biztos, hogy úgy fogják venni a gyerekek. A díj is jelzi, hogy a gyerekek, az intézményvezető és a város is úgy gondolta, hogy jó úton van a tanár úr, akinek még hasonló 25 évet és sok sikeres, tehetséges tanítványt kívánunk.